Óvatosan lépcsőval! Vigyázzunk a lépcső! Igen, lépcsőzőstök! Vigyázzunk Atya, Fiú és Szent Lélek nevében. Amen. Jó étvágyat! Feltűnt a távét.
Még a fel vagyok. Nem vagyok egyik, hogy mi Tessék jönni! Tessék menni, menjenek be! Lelkes társulatot, csapatot. Pápa Kovácsi temploma talán meglepően is nagy, hiszen a településnek körülbelül 600 lakója van, de ez nem mindig volt így, úgyhogy 100 évvel ezelőtt még 1000 lakosú volt, és amikor a templom épült, akkor is jóval nagyobb volt a mostaninál. A templomunk 1793-ban lett készen, tehát bő 200 éves, és az építtetője, itt két címer is látszik, két oldalt, a Medgyessy Somogyi grófi család, illetve a grófnő, akinek itt, ha már kint kezdtem volna mondani, kint a szabadba is, ahogy bejöttünk a kapun, ott látszott szembe egy nagy sárga épület, az volt a kastélya, az most jelenleg a általános iskola üzemel benne, és itt a környékben több templom is az ő vagyonukból keletkezett. Egyébként nem túl messze innét, Döbröntén van eltemetve, a 14 kilométer ide, tehát egyébként ide tartozik most hozzánk az a település is. Az a furcsasága ezeknek a címereknek, hogy lefelé van fordítva, ami azt jelenti, hogy a család kihalt. Ezért ez a szokás a címer ábrázolásnál. Egyébként a sorsfintora, ahogy tetszik, hogy ez ugyanaz a Medgyessy család, mint amiből annól nem olyan régen egy baloldali miniszterelnök származott, csak hát nagyon szerte ágazó családról van szó. No tehát a templomunk. Főolták képét most nem látjuk a nagybőjti takarás miatt. Szent Anna tiszteletére lett szentelve, egy nagyon szép festményen Szűz Mária és a szülei láthatók a főoltár képen. Amit még lehet itt többfelé is látni, ott van egy Szent Márkos szobor, aztán van ez a zászló, ami az egyik oldalon Szent Anna található, a másikon szintén Szent Márton. Ez onnan ered, hogy van egy testvér településünk Németországban, Münchentől 100 kilométerre Tannheim, és annak a településnek Szent Márton a védőszentje. És például ott az ászlót, azt ők hozták, ők készítették, vagy éppen ezt a gyertyát is, aminek a
színes képén az ő templomuk látható. A szobor is, a Szent Márton szobor is tőlük van élő kapcsolat, és sok mindenben segítettek a település más épületeivel, például az óvodának a kialakításában is nagyon sok mindennel hozzájárultak. A templomról nem is tudom igazából mesélni. A domborműveket azt nyilván fölismerik a bibliai tárgyúakat, Jézus megkeresztelkedése a keresztúton, a főoltárnak majd ahol benne közelebb ott a zsák feláldozása a tabernákulum ajtón. Itt a szószéken pedig a jó pásztor ábrázolás. A környékben nagyon nagy kultusza van Szent Vendelnek, a pásztorok és általában a gazdálkodók védőszentjének. Itt a sekrestye fölött látható egy Szent Vendel kép. És az egyik legújabb dísze a templomunknak, bár azért nem olyan nagyon új, 2009-ben készült el egy Mária kép, azt ki lehet hajtani, megnézhetjük majd így alulról. A 12 csillagú koronával övezett Szűz Mária, akinek tudva levőleg a 12 csillagú koronájából ered az Európai Unió 12 csillagos zászlója. És akkor már 5 éve tagjai voltunk az Uniónak, akkoriban nagy viták folytak arról, hogy az Európai Unió mennyire keresztény, illetve keresztény gyökerű. Hát tudjuk, hogy az alapítók azok nagyon úgy gondolták, hogy keresztény alapokra helyezik, és igazából ezért tettük ezt a képet oda föl, ott egy üres mélyedés volt, képnek való hely, és a képnek az alapgondolata pedig az, hogy a ide tartozó egyházközségek ennek a képnek az állításával tesznek tanúságot az Európai Unió keresztény gyökereiről. 2009-ben készült el a kép, Márfi Gyula érsek úr áldotta meg, és aztán helyeztük el ott föl. A környékről is szeretnék szólni. Pápa Kovácsi plébániához tartozik még Kup Nóra Tapolca fő filia, meg Atyapuszta is, ahová majd megyünk. Atyapuszta területileg a község területén van, de egyházilag ugye filiális templom. Atyapuszta történetéről majd ott kint tetszenek hallani. Egész röviden csak annyit, hogy a II. Világháború idején jött létre, mint kármelita remeteség, amit aztán nagyon hamar az állam ki is sajátított, és hát az egyik a régi remeteségben most egy idősek otthona működik, és amit visszakaptak a kármelitákot, pedig egy nagyon szép templom, hozzátartozó szálláshelyekkel és egy szép erdős területtel. No tehát, ezen települések közül Pápa Kovácsi a legnagyobb, a maga 600 lakosával, illetve 420 katolikusával. Tapolca fő az annyiban különleges, hogy az a városhoz csatolt község, és főleg reformátusok élnek. És aztán ehhez a plébániához, illetve körzetéhez 2022-ben csatolták hozzá oldalagos ellátásra a gannai plébániát és annak a filiáját, Döbröntét. Ganna és Döbrönte is kis települések, 250 körüli lakosság számmal. A Gannának az a nevezetessége, hogy ott van az Eszterházi családnak a temetkezési helye. Az valójában az ő temetkezési helyükként épült templom, 52 Eszterházi
herceg, illetve hercegnő van ott eltemetve. A Döbrönte az pedig egy szép kiránduló hely. Váron van, patak van, erdő van, nagyon hangulatos hely. Így most együtt látom el én ezeket. Itt Pápa Kovácsiban egyébként ez a 21. évem, Ganna Döbröntét pedig tavaly előtt óta. Egy pár szót szólnék magamról is. Én eredetileg piarista szerzetes voltam, és kezdtem tanítani Kecskeméten, 15 évet tanítottam Kecskeméten, utána jött a rendszerváltás körüli kinyíló lehetőségek világa, és akkor 94-től 8 éven keresztül Moson-Magyaróváron voltam az újonnan indult piarista iskola igazgatója. Kalandos idő volt a visszatelepülés és az újraindulásnak a körülményei között. És azután egy évet voltam még Veszprémben, a Davidicum kollégium élén, és akkor ott, most nem akarom nagyon hosszan részletezni, hogy hogyan, de ott ismerkedtem meg a Márfi Gyula érsekatyával, és kerültünk jó barátságba, és alakultak az én körülményeim is úgy, hogy kérdeztem egyszer tőle, hogy átvenne a Veszprémi Egyház megyébe. És ő igen mondott rá, és akkor egy ilyen 3 éves átmeneti idő után a szentszéki engedéllyel hivatalosan a piarista rendből a Veszprémi Egyház megyébe kerültem át. 2003-ban ide Pápa Kovácsiba, és azóta itt vagyok. Úgyhogy az idő pedig erősen múlik a fejem fölött, ezt sajnos érzem. Az idén nyáron már meg lesz a 70. is, úgyhogy... Na mindegy, hát amíg bírja az ember, addig csinálja ez a dolgok. Egyébként Pápa Kovácsi egy nagyon kedves és jó település. Nagyon szeretem, nagyon otthonosan érzem most már ezek után itt magamat. És olyan szempontból is egy jó település, hogy nem vándorolnak el az emberek. Tehát most is tudok olyan családokról, akik szeretnének itt megtelepülni, csak nincs üres ház. Tehát ez egy jó dolog a mai világban egy ekkora településnél. A lakosság kisebb része református, a reformátusokkal és a lelkészükkel is nagyon jó a kapcsolatunk. Van ugye iskolánk, ezt említettem, 8 osztályos általános iskolai folyamonként egy-egy osztálya. A posta az sajnos itt is megszűnt, a orvosi rendelő, óvoda van, és állás lehetőség is van, mert sokan dolgoznak az atyapusztai idősek otthonába, és miután a város innen 5 km nagyon könnyű bejárni, és oda sokan járnak be dolgozni. Foglalkoznak mezőgazdasággal is itt helyben, többen is. Úgyhogy egy ilyen élő és hangulatos település. El kell mesélnem még azt a faluról, hogy azon kevés falu közé tartozik, ahol az utca nevek azok mind egészen természetesen kialakult utca nevek. Tehát itt, amin tetszetek jönni be a faluba, az a fő utca. Van egy kis párhuzamos rész, az a kis utca. Csak így, mint melléknév, hogy kis utca. A patakpart az a Séd utca, mert Séd a patak. A Nórák község felé megy Nóráki utca, Devecseri irányba Devecseri utca, és ahol régen voltak egyházi földek, hát az most nincsen nekünk, azt úgy hívják, hogy Papkert utca, a focipálya melletti az a Sport utca, és a település legújabb utcáját pedig Új utcához nevezik. Ebből az egész kombinációból egyetlen egy
személy névvel illetet tudsz adni ki, ami itt a templomtól errefelé nem messze van, és megy föl a domboldalnak, az az Ilona utca, a Medgyessy grófnő volt az Ilona. Hát az illet, hogy azért őróla legyen utca elnevezve. Nézem közben, hogy a atyapusztán egy kármelita diákonus testvér vár majd bennünket, és aztán ő neki előbb-utóbb mennie kell tovább, illetve vissza Győrbe, úgyhogy azért nézem, hogy időben odaérünk. Tessék kérdezni! Most hirtelen ennyi jutott eszembe, hogy elmondja. Képes, hogy egy kis létszámunk végül is, akkoriban nagyon sokan lettek, és nem azért, de végül is hasonló stílusban van, Oszkó-Bartán van, Vaskár mellett 6 kilométerrel, ugyanaz az anyalat, az a zajtót, az ugyanaz, hogy megtalálható, az az oltár, ami van hasonló, meg a szószék, a lép, valahogy sok minden összeköti. Igen. Az is ilyen nagy tárgy, amilyen hatalmas volt, már kisfajú van, nagy keresztalap, már akkoriban, amikor csinálták, ugye, ott a közel 2000-es lakosa volt. A falatta megtudta volt, tehát ugye most, hogy a felújították a táborban, ugye nem tudtuk már mikor, hogy nem csak a belső, hanem az alsó mennyezet is összedik. De mondjuk a polgármesternek, akkor viszont így is 3 évig majdnem a kultúrban voltam, és igaz, minden vasárnap volt. De most csak összedik, akkor meg igen. Nagyon szép vezetnám. Itt a belső az 2002-ben lett fölújítva, a külső az sajnos 50 évvel ezelőtt, úgyhogy ott lessük, hogy majd mikor nyílik rá egy pályázati lehetőség. Egyébként a többi településen a Kupi templomot az teljesen sikerült felújítani, az 2022-ben lett kész. A Nórápi templomnak a külseje újult meg, ott még a belsővel adósak vagyunk. És főleg az a problémánk szokott lenni, hogy miután a plébániának van egy adószáma, és egy adószáma mindig csak egy pályázaton lehet részt venni, úgyhogy várni kell egymásra, amikor van is pályázat. De hát azért reméljük, hogy lesz. Még valami eszembe jutott, ahogy jöttek a busz felől, a külső saroknál is volt egy szűzanya szobor, az a fatimai emlékhelyünk, és az akkor jött az ötlet, hogy kellene ilyet csinálni, amikor a 100 éves évfordulója volt fatimai jelenésnek. Hát az 17-ben volt, ez 19-ben lett kész, de azóta is megvan, és nagyon szeretik. És azt szeretném kérdezni, akkor 13-án mindig van elmesztelő szentmise? Nem szoktunk, az ünnepet azt megtartjuk, igen. De a habit azt nem. Köszönöm. Igen. Ezer volt, és most 600, igen. Nem, ez mástól, máson múlt, mert ez még abban az időben csökkent le, amikor még nagyon sok gyerek volt. Úgyhogy az életkörülmények, a háború, a történelem vitte el a lakosságnak egy részét. Igen. Nem újkori eredetű ez a létszámcsökkenés. Személyes kérdésem volna, mert most már mindent tudunk a faluról, meg a templomról, de atyáról még valami keveset. Hát ez, amit elmondtam. Ez az, amit szabad tudni? Vagy ilyen kis titkos hobbi? Én a fizika szakos tanár vagyok, különösleg, de azt tanítottam pianistaként. De lehet, hogy én tudok még mást is, amiről érdemes lehet beszélni. Atya, a könyveiről. Novellák, most modell, stb. Az olyan járulékos, amikor van rá idő, és most az utóbbi években nem nagyon volt, úgyhogy igen, foglalkoztam ilyenekkel is, mert a gyerekek között, ugye iskolában voltam, addig ez nagyon hasznos volt, hogy vezettem bélyeg szakkört, vezettem vasútmodellező szakkört, régi pénzgyűjtő szakkört, úgyhogy ilyeneket csináltam, ilyenekkel foglalkoztam, és
És amikor ide kerültem, akkor egy kicsit belekóstoltam a hittan tanításba, de aztán erre inkább profi hitoktatókat szerződtettünk. Viszont érettségiztetni jártam sokfelé az országba. Többek között kétszer voltam itt a Pápai Református Gimnáziumban is érettségi elnök, és aztán meghívtak tanítani. Úgyhogy 2008-tól 18-ig egy 10 évet azért még úgy mellékállásban még tanítottam a Pápai Református Gimnáziumban is a szaktárgyaimat. Nagyon jó hely egyébként, ha ilyen továbbtanulási szándékkal is nagyon szívesen ajánlom mindenkinek. Ökumenikus szellem az megvan benne, a diákoknak olykor a fele is katolikus, hiszen Győrtől Veszprémig nincs katolikus középiskola a kettő között, és a tanárok között is van, sőt volt egy olyan időszak, talán másfél vagy két évig, hogy az igazgató is katolikus volt. Nagyon-nagyon kedves fiatalember, aki sajnos súlyos betegségben meghalt elég hamar. No, tehát igen, ilyenek is. Köszönöm szépen. Ezeket csak véletlenül tudtam. Hát, igen. Atya, milyen örömei vannak a mostani szolgálatban esetleg? Hát, mondjuk itt a faluban itt élet van. Tehát a civil élet is zsong, meg az egyházi élet is. Pár évvel ezelőtt jött létre a Szent Anna Alapítvány, kifejezetten a templom meg a szent események támogatására, és nagyon szépen működnek. Aztán a többi település az olyan vegyes kép. Azért vannak. Tehát az egyik faluban van egy olyan család, akik a gyerekek elszármaztak mondjuk Pest környékére, Veszprémbe, erre-arra. Most amikor hazajönnek, akkor egyszerre megtelik a templom. Mert az egyiknek van 7 gyereke, a másiknak 5, és akkor jönnek még a... Na szóval ilyen, ezek is olyan kedves dolgok. Az új falvak, már mind nekem újak, a Ganna Döbröntelhoz még most már talán kezdem kiismerni magam, de ott azok meg kifejezetten vallásos faluk. Tehát mondjuk ma már azért az úgy megbecsüljük, hogyha a 250 lakosból 35-40 ott van a vasárnapi misén. Az már jónak számít. És hát a ünnepi alkalmakkor veszel jóval többen. Azt hiszem, hogy ilyenek. És a kihívások, nehézségek esetleg? Hát akkor ugyanezt lehetne, ezt a sort folytatni, mert most hadd ne mondjam, hogy melyik település az, ahol a 320 katolikusból 8-al vagyunk a vasárnapi misén. De annak történelmi gyökerei vannak, mert az ott ipar volt, munkásság volt, erősen nyomta rá a bélyegét a szocialista világ, és ebből még máig se keveredtek ki. Amióta persze az ipar megszűnt, úgyhogy amúgy meg egy nagy szegény periódus jött utána, mert sok volt a munkanélküli. Úgyhogy, szóval sok mindent megért az ember, de azért mégiscsak az egy kicsit olyan fájdalmas. Talán lesz meg másképp is. És ha valamit tudna mondani, az itteni szülőknek, nagyszülőknek mit mondana most nekik? Az, hogy nagy kincs, hogy itt vannak. Mert azért erről sokat szoktunk beszélgetni bizalmasabb körökben, hogy a mai világunknak az egyik nagyon-nagyon nagy baja az, hogy már sok nagyszülő sem
járt itt arra, meg templomba. Eljutottunk el, hát ahogy múlik az idő. És ez nagyon megérződik. Tehát mondjuk, hogy egy generációval korábban ott hiába volt nagy a ateista nyomás, meg sok minden probléma, de ott volt háttérnek az igazán is, őszintén és lelkesen vallásos nagyszülői generáció. Na most ez meggyengült. Úgyhogy azért mondom, hogy én azt mondom, hogy az, hogy most itt vannak és mondjuk elmennek zarándokolni önszántukból és lelkesen, az egy olyan kincs, amit nagyon vigyázni kell rá és nagyon ápolni. Ez nagyon jó. Hát hosszú éveken keresztül mondhatni majdnem hozzászoktam ahhoz, hogy egyedül misézek. Most például abban az állapotban vagyunk, hogy sokszor már 4 minisztráns van. És most jutottunk egy olyan fázisba, hogy vannak nagyon szépen beszélő fölolvasók, köztük 2 egyetemista fiatal is. Illetve pontosan az egyik egyetemista, a másik már végzett, tehát már dolgozó ember, de jön és csinálja. És nem olyan régóta működik, hogy kivetítjük az énekeket. És az énekek kivetítésében, a vasárnapi szentmiség internetes közvetítésében is ilyen fiatal felnőttek, az aktívak is vesznek részt. És ez például egy nagyon jó dolog. Úgyhogy... És a fiataloknak adja valami üzenet a mai fiataloknak? Az már nehezebb. De leginkább az, hogy ne dőljenek be annak, amit a világban tapasztalnak. Mert nagyon-nagyon sok a hamis csillogás és a hamisság. Úgyhogy ez igazi értékeket keressék, az egy nagyon fontos dolog. És nekünk fiatal atyáknak atya. Van remény. Van remény. Mert a fokolkapui sem vesznek elég rajta. Ezt megígérte az úr. Ez a biztos pont. Azért jó, van egy kapus, szerintem. Hogy? Még van egy kapus, amiben tudnak hinni. Ja. Az emberek csak kevés, akkor hisznek, amikor megérinti őket valami. Igen. Nem hitakba, nem tudják csinálni, amit csinálnak, akkor mondják, hogy nincs segítség, egyedül marad, hogy 2 ember van, hogy nem csinálok. Valakit lebeszélni se lehet, meg önszántából. Igen. Igen, ezért eszembe jut a neves orvosnak, a Pap Lajos szívsebésznek a mondása, hogy ő még hitetlen páciens nem talált. Mire az ember oda jut, addigra már nagyon nagyot fordulhat a világ. És tudja, mit mondok, hogy engem a tengerszegem ütöttek a lábamban, és bent volt a szobámba egy leestem kórterénben egy beteg, annak a testvérje pap volt. És az egész egyik lelkész elülöztök, vallásosan voltak, és azért nem jött be a mi szobámba imádkozni, már tudta, hogy ő bent van, meg én bent van. És akkor a másik szobába volt egy kópa szepett ki, oda bement a pap, és akkor az imádságot, amit mai napig imádkozok minden este, ő hozta át nekem, mert a pap nem már bejönni a szobába, már a papnak a testvérje úgy fekszik. Voltam, nem tehát csak furcsa dolgok ezek, igen. Aki valamit tesz valamiért. Nekem is volt egy pap testvérem, nálam 18 évvel idősebb, és már 3 éve meghalt. Úgyhogy sokféle betegsége volt, aztán az utolsó lökést azt a
Covid járvány adta nekik, és akkor ment el. Úgyhogy én sokat merítettem az ő életéből, már akkor is, amikor én még csak készültem rá, hogy vak legyek. Akkor mint megkülönben is mindenki, aki olyan volt egy alapbetegség, nem tudta a szövegát, de vagy később, vagy az orvosok nem adtak mellé. Más kérdés esetleg? Akkor én azt javasolom, hogy lehet akkor egy kicsit közelebbről is körülnézni, és akkor a szép lassan akkor a buszhoz vissza gondukolva, akkor elindulunk Katya pusztára. Hát, ami kijön, akkor felé? A utat mutatom, akkor aztán majd így. Jó, Katya egy kicsit sered, akkor a csoportra. Jó. És akkor még van egy gyárpálatjájuk, valahol ott, oké? Okay? Jó.
végig mi nem tudunk maradni, de a Gabaratjával eddig aztán innéttől láttattuk a csoportot. Tehát ugye ott tartottunk, hogy ugye fel volt szentelve a kápolna, itt elkezdték a hát tulajdonképpen titokban a kármait a életet folytatni, de aztán ugye telt az idő, és hál' Istennek ugye 89-ben újra elindulhatott a rend, akkor próbáltuk visszakérni a régi házat, területet, de azt a választ kaptuk, hogy csak akkor kapjuk meg, hogy a szociális otthonként működtetjük tovább. Hát ugye az nagyon komoly feladat, meg pénz, hát azt nem tudtuk vállalni. Ennek fejébe kaptunk egy összeget, és abból ugye hozzáépítettünk új részeket, építettünk, felújítottunk itt a kápolna körül, meg a területet is körbekerítettük, amit utána megkaptunk, összesen 12 hektár területünk van itt. Ennek egy része erdő, nagyobb része fű, amit vágni kell, ugye, és hát ugye sokáig így érdekeltünk itt, hogy hol két-három ember volt. Aztán ugye sajnos, hogy mindig folytunk. Így aztán egyre nehezebb volt itt. A végén úgy oldottuk meg, hogy a újonc ház tulajdonképpen noviciátus ide került. Sajnos akkor már ugye nem tudtunk fogadni senkit. Előtte ugye lelki gyakorlatok, nyári táborok voltak itt, és fogadtunk zarándokokat is, ugye, de mikor már annyira lecsökkentünk, és ugye noviciátus ház lett, akkor nem tudtunk itt fogadni senkit, mert ugye a szabályzatunk nem engedi, hogy noviciusok közé bárki bejöjjön, tehát ezért ezt nem lehetett. Aztán hát sajnos a noviciusok közül sokan el is mentek, nem maradtak meg. Így aztán most egyetlen egy tanulónk van, ő kint van Olaszországban, most ott tanul. Ez az egy fiatalunk van, sajnos az egész országban hatalma vagyunk, kármilyen annyira lefogytunk. Sajnos így állunk, úgyhogy ezt a házat is részben fel kellett adnunk, úgyhogy itt nincs állandóan senki, hanem időnként eljövök, kicsit rendet teszek, rendet tartok, vagy fürdök, próbálom egy kicsit rendet tartani, de hát sajnos most már nem lehet úgy, mint hogy állandóan itt voltunk, ugye akkor voltak tyúkjaink, több minden volt, jobban tudtunk itt gazdálkodni is, ugye veteményes kertünk is volt, de hát így most már nem tudjuk ezeket folytatni. Sajnos ide jutottunk, hogy ugye ennyire kevesen vagyunk, és ugye az nem lehet, én vállaltam volna, hogy itt leszek egyedül, tehát a szabályzat nem engedi meg, közösség a legkevesebb három embernek lenni. Úgyhogy így most a kármelita rend Magyarországon két helyen van, Budapesten és Győrben. És én Győrben vagyok helyezve, és onnan, ugye most főleg, hogy megvan az út, gyorsan le tudok szaladni, itt rendezkedni, intézkedni, amennyire lehet. Úgyhogy tulajdonképpen ez a mit el tudok mondani így a kármelita rendről. Na most még erről a házról annyit, hogy van itt ez a kép, ez tulajdonképpen egy másolat, ez egy kegykép a most a bécsi kármelitában van az eredeti kép, annak a másolata ez. Ennek az a története, hogy még a 1500-as évek végén, amikor ugye tulajdonképpen indult a rend, ugye, mert vannak a sarus és sarutlan kármeliták. Valamikor egyetlen kármelita rend volt,
de ugye amikor a Szent Terézia megreformálta, és az a reformált ág elindult, akkor kellett valamit találni, hogy a kettőt megkülönböztessük, és mivel a csalutlan, tehát valami más, tehát a kicsit visszalépés a régi regulához, ezért lett ez, hogy a régiek a salusok, pedig a salutlanok, tehát egy, nem cipőben, hanem saluba járunk. Hát akkor még ugye így alakult ki aztán ez a két ág. Na most a képhez visszatérve, a akkori generálisunk, aki Rómában volt, ugye akkor kaptak ott egy kis házat, akkor indult tulajdonképpen a generális ház, akkor épült Rómában, de egy elég romos épület volt, amit kaptunk, azt kellett helyrehozni, rendbe tenni, és ő bement ebbe a romos épületbe megnézni, hogy hát milyen is ez, hogy lehet ezt felépíteni, meg rendbe rakni, és ott találta ezt a képet, koszosan, porosan, vagyis hát ennek a másolata, vagyis ez a másolata az eredetinek. Ott találta, hát azt mondta, hogy hát szegény szűzanya, hát a képét így becsülik meg, hogy koszosan hazavitte, porolgatta, törölgette, tisztogatta, hogy hát legyen már szép, hát szűzanya kép hogy néz ki. És ezek után az egyik este volt egy látomásom, látomásból a Szuzanya megjelent neki, és azt mondta, hogy mivel ennyire nagy szeretettel volt a iránta tulajdonképpen a képen keresztül, ezért aki ezelőtt a kép előtt imádkozik, annak meghallgatás lennek az imái, ha olyat kér. Úgyhogy ez a történet ennek a kegyképnek, vagyis az eredetinek. Ugye és aztán még ami a Kármának a másik nagy ilyen szentelménye, ugye a skapulári, a kármelita skapulári. Most annak a története az volt, hogy a 1200-as években még ugye akkor egy rend volt, egy Stock Simonnak nevezett generálisunk volt, egy angol származású, és akkor is nagyon úgy állt a rend, hogy lehet, hogy meg sem marad. És akkor ő nagyon buzgón imádkozott a Szűzanyához, és neki is volt egy látomása, és a Szűzanya adta neki a skapulárét, ezt hordják a kármeliták, és azok, akiknek ők feladják, és ő ezért kiváltságokat fog a kármelitákból, tehát hogy halála után, ahogy lehet, hát ugye van egy ilyen legenda, hogy ez az első szombaton, de hát ez olyan dolog, hogy vagy úgy van, vagy nem, szóval ez lehet legenda is, de minden esetre az biztos, hogy a Szűzanyának, aki hordja a skapulárját, nagyon nagy segítséget ad. És ezt nagyon sokan megtapasztalták már, és különben itt az egyik freskó is pont azt mutatja, amikor a Szűzanya adja a skapulárét, aztán később szenti avatott Stock Simonnak, tehát a Stockszak Simonnak. Most még annyit a házról, hogy vannak itt ezek az üvegablakok, ezeket két festőnő készítette, úgyis 2004-ben. Nagyon rossz állapotban lévő ablakok voltak, és akkor ők mondták, hogy ilyen hőszigetelt ablakokat tegyünk, és akkor ők azt megfestik, és ezek ki is lettek égetve, és úgy lettek ezek az üvegablakok betéve. Valami hőszigetelés, de végig is hőfekvonnak rajta. Ugye ez az első, a Szűzanya, a Kármelita Szűzanya,
ez tulajdonképpen ilyen ikon jellegű. Ugye a kezében a skapulári, és ugye a kis Jézus, akit ad a világ számára. És ugye ő a szép szeretet. A másik, az urangyala, ugye az a története, hogy a itteni fiolatyánk, aki már sajnos nem él, a Bernát atyánknak volt egy ilyen látomása, hogy Árnában azt látta, hogy látta atyapusztát, és atyapuszta fölött egy kiterjesztett szárnyú angyal, aki védőleg fogja körül atyapusztát, és az lett megfestve az ő álma. A másik ott hátul, ugye a Szent Benedek, mert hányan már nagyon megfogott, valamilyen nem égették ki valószínűleg, az azért került ide, mert tulajdonképpen ez a terület a Bencés rendjén volt. És amikor 1948-ban elkezdték keresni, hogy hova kéne menni, mindenfelé kerestek, végén ráadtak a bencésekre, és akkor a bencésnél nagyon jelképes összegére megmondották ezt a területet. Azért került oda. Ez pedig egy boldog, egy kármelita boldoggá avatott a magyar antal. Tulajdonképpen nem sokat tudunk róla. Annyit tudunk, hogy a török időkben ugye tiltva volt a török időkben az, hogy prédikáljanak, még műsítottassanak be, és ő összegyűjtött embereket és prédikált. A törökök ezért elfogták, és hát kivégezték, de hát hogy végezték ki? Először Mágyára küldték, hogy elégetik. De nem égett el, semmi baj nem lett a Mágyára. Utána azt mondták, hogy akkor megkövezik, ugye azért vannak ott a kövek is mellette, és hiába kövezték, akkor sem volt meg. Úgyhogy a végén lefejezték, úgy tudták megölni. És ezért ugye már boldoggá is lett avatva, tulajdonképpen, de a történet szerint igazából nem magyar származású, de Magyarországon ténykedett. Tehát itt próbált segíteni az embereknek. Most még annyit, hogy látszik ezek a festmények, ezek a festők itt mindent elé. Ezeket a képeket a Nicskei Karla János festette, aki az 50-es években egy elég keresett festő volt, és sok templomban restaurált új képeket festett, és őt tudták megkérni, és ő festette az összes freskót, amit itt látszik. Hát, röviden nagyjából talán ennyit, és ha esetleg van valakinek valami kérdése, szívesen, ha tudok, válaszolok. Azt szeretném kérdezni, hogy Szombathelyen a Szent Erzsébet templomban ugyanilyen Szent Antal imádkoznak, ugye a védőszentik ő, vagy imádkoznak Szent Antal, minden héten azt hiszem. A Szent Antalról van szó. A Ferences. Igen. Ferences. A Pádumai Szent Antal. Igen. Igen. Ő neki volt egy lányskampon is, hogy milyen csodája. Igen. És kedden halt meg. Minden kárdek van a számára. Ezért ugye nagyon nagy szentnek tartják. Szent Anton is. Nagyon nagy szentnek tartják, és ezért a ferencesek ezért az Álvászek tárgyaknak a védő szentnek. És mindenki ebben a szentség a Pármai Szent Antal tiszteletére. Tudom, mert egy napon mentem, mindig úgy vett, akkor mentem Rózos volt. Szerencsém volt mindig, és Szent Antal, ami a Kámos Antal volt. És be szokott menni mindig. Nagyon nagy hatású
apró szónok volt a Szent Úton, rengeteg csodát is művelt, úgyhogy imájára még halott is életre kelt, tehát nagyon nagy csodákat tett, és még olyat is megtett, hogy akarták mérgezni, de nem hatott rá a mérgei. Tehát volt egy ilyen uzsorás, aki ellen mindig prédikált, és az meghívta a vacsorára, hogy beszéljünk meg a dolgokat, és tulajdonképpen mérgezett levest adott neki, de nem halt meg. Tehát nem tudta megmondani. A végén ugye addig prédikált, hogy ezt át az uzsorás is megtért, és akiket megkárosított, azokat kifizette. Nagyon köszönöm a választ. Ez valami rossz bizony, már hogy megkérdeztem. Mondjuk én nem tudok annyira pontosan, mert nekem már ilyet elég, hogy milyennek. Ezt a ferenceseknek jobban elmondani, jó bőven. Jó, de nagyjából ez bőven elég. Ugye akkor már maga édesanyját, hogy röszpatelikus volt, elimádkozó volt mindig a misén, és ugyanazt a példáját követem most, amikor nem fáradunk elment, lehelyette fiatal, és csendes misa volt, és akkor neki átlunk imádkozni, atyafóba imádkozunk, és megvan az imakönyv a négy mai mamának. És ugye a Szent Antal imakönyv. És soha nem tudtam, akkor tudok megkérdezni, hogy mégis miről kaptad a nevedet, és soha nem kaptam választ. Hát van Páduai Szent. Igen, ez a Páduai Szent. A másik. Köszönöm, ennyi elég, többit már önnepzem, amit mondani. A nyelvét ma is rögzik. Ereket. Ja, azt hallottam. Igen. Pár most is megvan. Most még egy valamiről esetleg tudnék beszélni, aki volt nekünk atyánk, a Marcel atya, a Marton Boldizsár Marcel atya, akinek most már boldog beavatása folyamatban van, a tiszteletre méltó címet már meg is kapta. Aki tulajdonképpen egy tanárember volt, és ő eleinte nagyon mélyen vallásos ember volt. Gyerekként minden misén ott volt, minisztrált, és mikor felkerült gimnáziumba, meg főleg gimnázium után az egyetemre, és annak a kornak ugye ez a 19. század vége, 20. század eleje, ugye az a kor, ez egy ilyen elég vallásellenes mozgalmat indultak, és ugye ő is belekerült ilyen fiatalok közé, és egy kicsit elvitték. Tehát ő utána el is hagyta a miséket, nem járt miséket templomba, és később, 16 év után érezte azt, hogy neki újra meg kéne jönni. De előtte ő már keresgélt, próbált visszatérni a hithez, az egyházhoz, és egy hatalmas nagy cseresznyefa alatt pihen feküdt, és az egész egy ilyen nagy gömb volt, az a nagy fa, és ugye virágzás volt, az egész egy nagy fehér gömb volt. És neki ez a fehér gömb, az a fehér tisztaság, ez hozta ugye a Szűz Mária tisztasága, és akkor ő kezdett benne megmozdulni valami, és kezdett visszatérni. És 16 év után felment Budapestre a jezsuitákhoz, már tanáremberként, és meg akart gyónni. Már ő rákerült volna sor, de nem bírt bemenni el. Aztán majd napok múlva visszament, akkor még nagy nehezen bement. És attól a gyónástól kezdve, aztán neki újra megindult a lelki élete, és annyira, hogy ugye a végén kármelita lett. És azért sokfelé
az, hogy a jezsuitákat jól ismert, ferenceseket ismert, és mégse azokhoz ment, mert azt mondta, ő érezte, hogy őt hívja a Szüzanna. És így talált rá aztán a kármelita rendre. Tulajdonképpen ő egy tanárember volt, és nagyon szerették a diákjai. Mindent megtett a diákjaiért. És Zalaegerszegen tanított, a Zalaegerszegi gimnáziumban, mikor kitört az első világháború, és a végén ugye annyira ment, hogy már tanárok közül is vittek be katonának embereket. És volt egy fiatal kollégája, egy jóval fiatalabb kollégája, aki családos volt, gyerekei voltak, és be akarták menni katonának. És mivel ő nőtlen volt, ő elment helyette. És végigjárta az albán frontot, úgyhogy egy pózsolás nem történt. Na de miért? Mert az egyik ilyen gyermek, vagy ilyen családból oda ment hozzá, mielőtt ment volna katonának, kezébe nyomott egy érmet, hogy ez legyen mindig nála. Akkor ő nem is tudta, hogy az micsoda. Zsebre tette, és azt mondta, hogy ez bérmafia volt, akitől kaptak. És úgy volt vele, hogy hát bérmafiát kapta, akkor mindig ott van a zsebébe, de először nem is gondolta, hogy mi az. És az egész alvárfrontot végigjárt, hogy a harcolás ne volt rajta, mellette halt ember. Ő vigyázott az embereire, mert már ki voltak merülve, ő egész éjszaka fel volt, és vigyázott az embereire. Aztán hazafelé is kigyulladt velük a hajó, mert egy darabig hajóval jöttek föl abból Albániából, és sokan meghaltak a hajón, beégtek a hajóba, és minden körülmények között mindig mindenhonnan megmenekült. És mikor hazaért, akkor jött rá, hogy hát neki ott van a zsebébe ez a kíséret, ami tulajdonképpen is kapulári élet volt. És a bérmafia, akitől ezt kaptam, azt bizonyára sokan ismerték, ugye már a bérmafia se él, ez a Keresztúri Dezső, akadémikus volt ez a bérmafia. És a Marcell atya verseiből össze is állított egy kis könyvet. Mert Marcell atya nagyon termékeny író is volt. Tehát mondjuk egyetlen egy regénye van, a muzulmás írókon ez a címe, és a világháborúban megélt dolgokat írja le. De gyönyörű stílusban, nagyon szép stílusban írja meg. Azon kívül a versei, az nem egy ilyen szokványos, nagyon rímelős versek, de nagyon mély gondolatokon. Aztán a másik könyve, ami nagyon-nagyon szeretnek a kármelitáknak, akik hozzáférnek, azok mindenki nagyon el van ragadtatva tőle. Van egy önéletrajzi könyve, a Szép szeretet ez a címe. És ő gyerekkorától kezdve egész végig leírja az életét, teljesen addig, amíg a papszenteléssel, meg a papszentelés utáni rövid életre benne van. Tehát egész a feloszlatás alatt itt megélt. Ez egy nagyon érdekes, nagyon szép könyv, amiben leírja azt is, hogy sajnos szégyen, de hogy a
feloszlatás alatt saját rendtársai se fogadták be, és sokszor ágyra járó volt, meg nem volt hol laknia, és egész nap a villamoson utazgatott ide-oda, mert nem volt hol mennie. Aztán végén a Kárnyitva rendház a templom mellett Budapesten kapott egy kis suflit, ami fűtetlen volt, és abban a fűtetlen kis szobácskába élt nagyon sokáig. És 1966 Künköst Liliára halt meg. És azóta is ugye nagyon sokan imádkoznak hozzá. Sajnos még kimondottan elfogadott csoda nem volt, de sokak mondták, segített nekik, és főleg lakásban sokszor segített. Úgyhogy most arra várunk, hogy egy tulajdonképpen egy csoda, egy elismert csoda legyen, és akkor emlékezzük. Tehát akkor megtörténhet a boldog beavatás. Ennyi kéne, hogy egy csoda, és akkor azonnal boldog beavatás. Röviden ennyit. Lehetne még őről sokat beszélni, de úgy röviden ennyit. És akkor van egy valami kérdés, alakítólag szeretnének valami tudni. Mit tudna mondani most a híveknek, főleg a nagy szövegnek, akik itt vannak, ha mondana valamit? Kicsit kibarkozni, hirtelen. Miről kéne valamit? Vallás területére gondolkodatja, hogy a mostan válítottság. Most így hirtelen, nem vagyok egy nagy szolgok sajnos. Nem tudom, hogy szoktam sokat beszélni, csak diakón is vagyok, aztán nem vagyok igazán benne a prédikációban. Talán annyit lehetne, hogy mint kármelita, hogy a szűzanya tisztelete, hogy mennyire fontos a szűzanya tisztelete. Ugye sajnos a mai világban különösen a nőknek a megbecsülése. Ugye sajnos nem gondolják át a mai emberek, és nem figyelnek oda arra, hogy a szűzanya micsoda nagy dolgot tett értünk, hogy az ő igénye hozta el nekünk Jézust és a megváltást, és hogy az ő tisztaságát és az ő nőiességét kéne a mai nőknek is továbbvinni. De sajnos ugye a mai világban, amikor már arról megy a szó, hogy most nő vagyok, vagy férfi vagyok, vagy ki vagyok. Ugye, a nőknek egy gyönyörű hivatása van. A nőknek nem kéne mást megélni, csak a női hivatást. Anyaság. Tehát az anyaság a legszebb dolog a világon, az Isten ajándéka. Az olyan szép dolog, amit nem lehet mással felcserélni. Tehát a szűzanya tisztelete, a szűzanya tisztasága kéne az, hogy terjedjen a mai világon. Ez a tisztaság tudná megváltoztatni a világot, mert különben nélküle sajnos ez a világ hát nagyon úgy néz ki, hogy a vesztébe rohan. Úgyhogy az anyáknak nagyon nagy, és a nőknek nagyon nagy szerepe van ebben. A szűzanya segítségével, az ő tiszteletével, az ő tisztaságát megélve kéne a nőknek, és
sajnos egyre több nőnek kéne megélni ezt, ahhoz, hogy a világot jó irányba tudjuk fordítani. Mert sajnos ez a világ, hát mit mondjak, megérett a pusztulás. Igen, megérett, igen. És miért kérde az üzenje az, hogy akkor olyan, ugyan mondtam, hogy a kurva, mit szük, Pesten, amikor imádkoznak, mindig minden hónap első szombatján van ez az ima közösség. Miért kérte ezt az önnyi imádkozzatok és a kápolnál készül imádkozzatok? Ő azért kérte. Mert én nem fogadnak szólt az elkezdéget, és akkor ez csak minden jó. Igazat mondok, megérjek a pusztulásra. Mindig mindenhol azt kéri az emberek, akárhol megjelent, hogy imádkozni. Imádkozni és engesztelni. Mert csak így lehet világot megmenteni, ha imádkozunk és engesztelünk. És ugye az ő példáját követve, ugye ezért van nagyon nagy szükség őre, hogy az ő tisztaságát megélve, előre vigyék világot, mert ők tudják formálni a családot, a férfiakat, mert az ő tisztaságuk és az a gyengítség, az a szeretet, amit ők tudnak adni, tulajdonképpen az üzeni segítségével Isten gyengítségét tudják adni a világnak, és a férfiak számára is. És sok férfi talán így tudna visszatérni Istenhez, ha a nők visszavezetnék. Tehát nagyon nagy feladatuk van a nőknek, és nagyon nagy tisztelet nekik, mert tulajdonképpen ők viszik tovább az emberiség, ők adnak életet, ők, akik Isten munkáját továbbadják. Nagyon nagy szükség és van arra, hogy imádkozzunk, engeszteljük. Szűzanya minden megjelenésében ezt mondta. Úgy Fatimában, mint Lourdesban, mindenhol az imát és az engesztelést kéri. Úgyhogy én ezt tudnám mondani, hogy a szűzanya segítségével próbáljuk a világot szebbé, jobbá tenni, mert nélkül nem fogjuk tudni. Tehát ők kell, hogy mielőtt indulunk, innen fogunk indulni haza, és szeretném megköszönni a Béla testvérnek, hogy minket fogadott. Egyébként már voltam itt valamikor, valamelyik nyáron a pápai családdal, még ő itt volt a kertben, meg kalappal is úgy készültek itt, és újra, csak most hirtelen nem találom a telefonomon, de itt voltam. És pont akkor kérdeztem tőle, hogy mi újságban hányan vannak, mert annyira elkeseredtem akkor, amikor mi Vermiták Magyarországon összeöten voltunk. Mert, mint ázsiai ember, ez szokatlan, hogy 25-en vagyunk egy tartományban, amikor normálisan 150-en vagyunk egy tartományban. És azért voltam szomorú. És erre mit mondod? Hát mi csak 8-an vagyunk, egész Magyarországon. És elszigyeltem magam, és ez jutott eszembe, hogy na, akkor ide jövünk, hogy megváltozott. Megváltozott, mert pár évvel ezelőtt találkoztam vele, akkor még itt voltak. Itt voltak még a novíciusok. Most nem ott tartanak. És számomra az egy feladat, és tényleg jó, hogy egy magyar szemétől halljuk ezt, nem csak, hogy tőlünk külföldiek, hogy mi hogy látjuk az országot, a társadalmat. Ők maguk megtapasztalják, mint a közösség, magyarok, hogy zajlik, mi zajlik, és hol tartanak. Szóval ez egy feladat, hogy továbbra is tényleg imádkozom a papi szerzetesi hivatásokért, érezzük, hogy ez egy felelősség, legalább a mi részünkről is,
anyaként, apaként, nagymamaként, hogy van feladat. Nem csak, hogy megyünk, meg látogatjuk őket, hanem tényleg hordozunk akár ebben a szent időszakban, a nagybőkben, hogy Jézus cipeli ezt a helyzetet, ami nem olyan egyszerű. Ők is tovább cipelik, ahogy mi is, hát segítsünk a mi imáinkkal, a mi áldozatainkkal hordozni ezt a nagy keresztet. Mert ha nem lesz tényleg utánpótlás, tovább mennek majd Budapesten, meg mi lesz Győrben is, ez így tovább megy. Ez a valóság. Ő maga tud erről mesélni, hogy nem olyan fényes a mostani helyzet, de azért nem kell elkeseredni, csak érezzük azt, hogy feladatunk van. És tudunk hozzátenni valamit, hogy jobb legyen a helyzet. És kívánjuk az egész közösségnek sok kegyelmet, sok lelke erőt. Nem olyan egyszerű, de majd a Jóisten elrendezi ezeket a dolgokat, és hogy szoktam mondani, teszek a dolgokat, aztán a többi, majd a Jóisten adja a többit. Induljunk elő, majd aztán intézi. Így van. És hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk, és míg velük indulunk, szeretnék kérni vele együtt, ha lehet egy közös képet. Készül a kép, akkor mondjuk ennyi már a papi szeszetesi hivatások és Magyarországon, és ő éltük az ő közösségükért Magyarországon. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen. Boldogságos Szűz Mária, Magyarok nagyasszonya, könyörülj érettünk. Boldog Magyar Antal, könyörülj érettünk. Kérhetem egy áldást. Boldogságos Szűz Mária közmegállására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Egy közös kép. Még annyit elmondanám, ha valaki erre jár, vagy el tud jönni,
minden első szombaton van itt egy engesztelő imanap. Misével, szentségimádással. Jó, megbeszéljük.